Kémkedéssel és felforgatással vádolja a Malit irányító katonai hunta a francia hadsereget. Az erről szóló közlemény szerint egy francia drón április 20-án illegálisan repült át és készített videófelvételt a Gossy támaszpont felett. A közzétett videó felvételen a franciák állítása szerint orosz zsoldosok holttesteket temetnek el. A hivatalos mali álláspont az, hogy a drón azzal a céllal készítette a felvételt, hogy a mali fegyveres erőket civilek meggyilkolásával vádolhassák meg. Azonban a megtalált tömegsírban lévő holttestek rothadásának előre haladott stádiuma kizárja mali katonák felelősségét. A drón felvétel egy nappal azután készült, hogy a francia hadsereg átadta a katonai támaszpontot a mali fegyveres erőknek. A mali hadsereg már egy évtizede küzd az Al-Qaida és az Iszlám Állam terrorszervezetekhez kötődő iszlamista lázadókkal. Franciaország pedig februárban bejelentette, hogy leállítja terrorellenes misszióját egykori gyarmatán, mert megromlott a kapcsolata a bamakói katonai vezetéssel, amely ennek nyomán Oroszországgal kötött kétoldalú együttműködési megállapodást.